Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok. Véget ért a rettegés, srácok. Most már újjongjunk együtt újra. Itt van a Battlefield 4. Jöhetnek az orgazmusok. Újra Battlefield 4-et láthattok. Na, de hogy őszinte legyek, nagyon-nagyon nem is tudom, hogy miről lehetne még beszélni Battlefield 4-ben, mert lehet, hogy csak azért, mert már annyi órát raktam bele a játékba, hogy magam sem találom be meg nagyon annyira az értéket, de amióta kijött ez az új patch, érdemes egy-két dologról talán még is szót ejteni, aki netán úgy döntött, hogy feladná a küzdelmet a Battlefield és önmaga között, és úgy döntött, hogy a Battlefield nyert, mármint olyan értelemben, hogy ez a játék játszhatatlan, mert végül is nem lett az, de azért kedves Battlefield rajongók, azért van nektek még egy kis szomorú hírem is így a jövőt nézve, de hát majd arra rátérünk, mert addig úgyse biztos, hogy megnézitek a teljes videót, és aztán úgyse realizáljátok, hogy mi lenne az a kis szomorka hírecske. Nos, ja, hol tartottuk? Ugye ki volt jövő ez a nagy patch dolog, és fura mond azt hinné az ember, hogy akkor most egy kicsit visszajön a Battlefield közössége, de nem, lehet egyszerűen azért, mert sokan annyit játszottatok vele, hogy már nem ugyanaz a játék, amit nem tudjátok olyan szinten élvezni. Pedig most, hogy kijött az új patch, azért egy-két fegyver marha jó szuperel. Például itt ezzel a kis famasszal lövöldözök, és hihetetlenül adja. Tehát ha jól tudom, levettek egy 100 RPM-et, és a golyószórásából 1000-ről levették 900-ra, és egy kicsit pontosítottak rajta is, már meg neki ez a vertikális, az a hatalmas vertikális kilengése. És hihetetlen módon adja. Ugye volt szerencsém kifullozni az AEK-ot mostanában, és nagyon durva az a fegyver is. Nem tudom, módosítottak-e rajta vagy sem, mert minden bizonyosan levettek egy kicsit a fegyvernek a vizuális hogy van ez magyarul? a fegyvernek, hogy a rángatásában, visszarúgásában, azaz megvan, egy kicsit levettek annak is, de a famaszból egy igazi szörnyeteget csináltak például, és ja, egyben meg is osztanám veletek akkor egy-két ilyen dolgot, azt hiszem, amit itt meg tudtok tenni magatokért, azért, hogy még élvezzétek a játékot, és tudjátok, bár tudom, hogy egy kicsit azért páron másképp működtök, mint én. Mert azt nézem, hogy amikor ti challenge-eltek, én még nagyban élvezem a játékot, és csorgatom a nyálam az ilyen grafika, meg játék mellett, meg ilyen dolgokon. És amire én elérek a challenge-eléshez, ti addigra rég beleuntok a játékba. Vagyis legalábbis sokszor nekem így tűnik. Én például most a 600. órám után a Battlefieldben most értem el odáig, hogy elkezdtem, hát nem elkezdtem, már benne vagyok, tehát a fegyverek challenge-elésében például az összes LMG-t kifulloztam, tehát megvan a Mastery Doctag rájuk, tehát most csinálom például az Assault Rifle-öket, meg illetve hát össze-vissza csinálok mindent igazából, de a support oldal, tehát az LMG-k azok teljes mértékben például ki van a fullozva, úgyhogy én azt javaslom, hogy aki úgy gondolja, hogy már nincs semmi vonzalom ebbe a Battlefield játékban, az először is vegye meg a DLC-ket. Ott kezdődik akkor új pályák, új lehetőségek. A másik pedig, hogy ilyenkor, mikor már jó sok órán van benne az egészben, ahhoz, hogy egy új és jó kis kihívást találj, ilyenkor kell elkezdeni challenge-elni, kimaxolni a fegyvereket, megcsinálni egy ilyen challenge-et, olyan challenge-et. Tudod miért? Azért, mert mostanra már annyira benne vagy a játékban, hogy annyira ismered már a játékot, hogy csak úgy játszani nem volna jó, tehát nem lenne meg a kihívása. És most van az az idő, amikor felnőttél például azokhoz a challenge-ekhez is, amiket eddig nem nehéz volt megcsinálni, nehezebben bírtad. Például ugye volt a Desert Eagle-ös challenge, és a Unica Six-es challenge, ugye, hogy vízből 6 fejest kellett adni a Dragon Thieves, tehát a Sárkányfog DLC térképein, vízben, KP-val,
20 ember kellett leölni, vagy valami ilyesmi. Na például ez olyan challenge volt, hogyha direkt nekiálltál csinálni, idegramot kaptál, de hogyha már van benne jó pár órád a játékban, és most nem, tehát beszéljünk 300 fölött, akkor már unod annyira a játékot, hogy ilyennel ökörködjél a mapon, mert ilyenkor talán már a statodra se, meg a KD arányodra, a skill pontra se fogsz annyira ügyelni, mert mindegy, mert megszerezt a fegyvert. Utána meg ugye ja nem, ahhoz, hogy megszerezd a Unica Six-et, kellett 20 embert leölnöd vízből a Sárkány Fogdai LC térképeken, és ahhoz, hogy megszerezd az Desertig, a Unica Six-el kellett adni 20 headshotot. Na, ez azért megvolt a maga challenge-e. Vagy például, hogyha nem szerezted meg még a Gol Magnumot, és őszintén szóval én hihetetlen módon megkillottam vele, ugye fölmászni a Caspian Border vagy Firestone-nak a tornyaira, és onnan lőni ki nem tudom mennyi embert, és megcsinálni a ribbonokat. Szóval, ja, itt az ideje challenge-elni, és ez egy új kihívást adhat a játéknak. Nem beszélve arról, hogyha még nem érted el a 130. szintet, és majd ugye lesz föntebbi szintek is lesznek, tehát nem csak 130 lesz, hanem még több, és már durva 600-700 ezer pont fölött kell elérni ahhoz, hogy lépjél egy szintet. Ilyenkor érdemes megnézni azt, hogy a fegyvereid például melyik csillagnál állnak. Tehát például, hogyha közel vagy egy fegyvereddel az ötödik csillaghoz, vagy közel vagy a hatodik szervisztárhoz, most ugye, akkor, mert többnyire, hogyha kifullozod egy fegyvert, akkor már közel lesz az ötödik vagy hatodik szervisztárhoz, tehát azért mondom ezt. Hogyha közel állsz egy szervisztárhoz, akkor vedd a kezedbe az irányítást, és rakd be azt a fegyvert, és lőd ki a hatodik szervisztárig, és lőd ki az egy játék alatt, például lőd ki az összeset, amelyik a közel áll a szervisztárig. Kapcsold be a 100%-os boostot, told be a szervisztáros kis izét, mindent, aztán hihetetlenül gyorsan lehet így fejlődni, tehát ez ilyen nagyon magas szintek alatt is. Hogyha tényleg elkezded megnézni, hogy mely challenge-eket kell megcsinálni, és mely challenge-ek vannak soron, melyik szervisztárhoz vagy közel, játékmód, fegyver, kés, bármi, azokat érdemes megfontolni, és rámenni akkor azokra egy adott játék alatt, mert hihetetlenül meg tudják dobni a pontszámokat. Nem beszélve arról, hogy hamarosan ez a nagy patch után ki fog jönni egy másik, ahol bizony már egy-két újabb változtatások is lesznek. Többnyire például lesz változtatás a spotoláson, tehát hogyha látsz egy embert a távolban, most ugye úgy működik, hogy megnyomod a Q-t, megspotolja az embert, és egyszerre vagy öt embert megspotolsz a környéken, és valószínűleg sokkal specifikusabbra fogják csinálni, hogyha hát csak egyet fogsz megspotolni, azt konkrétan akit látsz, ami feltétlenül, tehát így az én szemszögemben ez nem biztos, hogy annyira jó, de azért örülök, amikor engem nem spotolnak ki például egy tömegben. De én például szeretek egyszerűen ötöt kiszpotolni, mert akkor legalább látom a mozgásukat. A másik például lesz egy olyan újabb patch, hogy le fogják venni a hangjait a katonáknak. Tehát például, hogyha meglősz valakit, akkor ugye, hogyha van mellette egy társ vagy valaki, az rögtön fogja mondani, hogy man down, vagy valami ilyesmi tornét. És ugye, hogyha például fülesre játszod, de akár hangszorról is, akkor gyakorlatilag meghallod ezt, és oda tudsz menni, és hallod, hogy hol van az ellenfél, és le tudod lőni. Úgyhogy ezt például ugye nem te irányítod, ezt a karaktered irányítja, ez ugyanúgy megcsinálja a te karaktered is. Hogyha például egy gránát robban mellett, akkor már ordítja, hogy grenade, és az ellenfél tudja, hogy hol vagy. És elárulja a karakter a pozíciódat, és ezzel ellen nem tudsz igazából semmit mit csinálni, úgyhogy ezt le fogják venni, valószínűleg viszont nagyobb hangsúlyt fognak helyezni a láb a léptekre, tehát hangosabbak lesznek a léptek, és ezáltal is be tudod pozícionálni az ellenfelet. Ez jó dolog, ez Call of Duty-ban is nagyon szeretjük, de én például nagyon szerettem azt is, amikor az ellenfél leárta a pozíciót, csak sokszor tudom, hogy elárulta a karakterem az én pozíciómat is, mert ilyen értetlen módon haltam meg, sokszor sem értettem én, és akkor valószínűleg ez lehetett az oka, hogy a karakterem elárulta a pozíciót, vagy hát persze kispotolhattak valahol a távolban, és akkor nem tudtam meglepetést okozni az ellenfélnek. A következő dolog, mi is lenne? Elfelejtettem, majd csak eszembe jut, de nagyjából ez a videó egy ilyesmi lett volna. Lejön újra egy kicsit Battlefield 4, mert hát elhanyagoltam a játékot, hogy őszinte legyek.
amíg játszottam az Alien Isolation-nel, tehát be se kapcsoltam, csak azután, miután már így kijátszottam igazából. És hát amúgy remélem, aki nézte az Alien Isolation, remélem tetszett nekik a játék, tetszett neki a műsorvezetés. És hát nem tudom, lesz-e jövőben még ilyen gameplay-eskedés. Ja igen, a szomorú hírről hát majdnem meg is feledkeztem. Na hát aki már eddig eljutott ez a videóval. Ja, hát azért a kedves Battlefield rajongók, nem szeretném megfelezni a Call of Duty rajongókról sem, úgyhogy hamarosan jön az Advanced Warfare, és hát azt vallásosan kell tolni, hogy egy jóképű srác mondaná itt a csapatban. Ja, bizony, és kijön az új Call of Duty, és egy egész műsor lesz a köré helyezve. Nem csak kodosoknak természetesen, de azért masszív szerepe lesz a Call of Duty-nak ebben a dologban, úgyhogy nem tudom, mennyi Battlefieldet fogtok látni, amíg le fog zajlani ez a Call of Duty műsor, és hát, ja, úgyhogy aki szeretne specifikus Battlefield videókat, például valamiről, tehát jó lenne, ha erről beszélné Battlefieldben, akkor az küldjön egy üzenetet Facebookra, és akkor csinálok, és akkor beszélek arról a dologról Battlefieldben specifikusan. Vagy ha én nem tudok semmit, akkor majd meghívok valakit, aki tud, és akkor azt fog beszélni róla. De hogyha valamiről konkrétan szeretnétek tudni Battlefieldben, hogy hogy működik, akkor írjatok Facebookon üzenetet. Na, ennyi lett volna. Tehát, ja, de bővül a műsor, tervezünk mindent. Na, jó van, oké. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!